Az Egyesület a magyarországi német gyerekekért különféle programokat szervez német nemzetiségű gyerekek és családok számára. A Wunderbar Fesztivál keretében Frank Ildikó művésznőt hívták meg, hogy varázsoljon színházat a Lénauházba. A VUKK a magyarországi német gyerekekért egyesület. A programok 5-18 éves gyerekeknek szólnak, de leginkább az 5-12 éves korosztály. Az egyesület számos tábort szervez, nyáron ottalvós táborokat is, meg napközis táborokat, gyerekeknek utazásokat, kultúrprogramokat és ilyen alkalmakat, mint a mai nap, egy színházi előadást látunk majd ma. Ez egy országos egyesület, tehát nagyon változó, hogy hol, melyik városban, hogy van jelen az egyesület. Alapvetően ahol jól ismerik, onnan rengeteg gyerek érkezik például a táborokba is. Pécsen is van egy kisebb közösség, aki rendszeresen visszajár, de a koronavírus itt is közbeszólt, és azóta elég ritkán látjuk az egyesületi tagokat. Most először szinte az összes programunkat meg tudjuk szervezni, tehát az egyesület szinte összes programja megvalósul, bízunk benne, hogy egy sikeres év lesz. Frank Ildikó a Kisboszorkány című darabot hozta el Pécsre. Az egyszemélyes előadás kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt. A szórakoztatás mellett a színház is sokat tehet a német nyelv népszerűsítéséért. A darabot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatja. Hallo, ich bin die kleine Hexe und ich versuche gerade einen Regen zu machen. Jo? Also. Nichts? Nein. Gut, nochmal. Még egyszer megpróbálom, jó? Kein Regen. Imádok kein Regen. Még mindig nem esik az eső. Ez egy Kisboszorkány című mese. Tulajdonképpen hát ilyen improvizatíve magyar és német, ez mindig attól függően, hogy a gyerekek mennyire értenek németül, de alapvetően németül van, és van hozzá egy háttérvetítés, amit egy temesvári művész festett, remélem, hogy most a technika is megengedi, hogy ezt kivetítsem, és akkor ez egy ilyen kis történet, amiben van egy-két dal, és akkor a gyerekek így tulajdonképpen arra van számba, hogy picit németül tanuljanak ezáltal. Vannak ilyen egyéni műsoraim is, megjátszom itt a pécsi színházaknál is egy-egy produkcióban, meg az Oberon Társulatnál is játszom a Bündel Tánc című produkcióban, azt is nagyon szeretem. Tehát én azt gondolom, hogy nincs kedvenc korosztályom, én szeretek olyan dolgokat játszani, aminek úgy érzem, hogy van értelme, amivel valamit adok annak az adott publikumnak. Sokkal többet játszottam németül, én ugye a színművészetet is németül végeztem el Temesváron, és akkor egy kicsit ki voltam éhezve arra, hogy most magyarul játszani, de amúgy mindkettőt nagyon szeretem. Talán Baranyában a leginkább az országból, meg talán Pest, ott Pilis tájékán, Pest megyében ott vannak olyan közösségek, akik még értenek németül, de minden esetre én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok itt Baranyában, hogyha németül akarok játszani. Azt az a tapasztalatom, hogy a zenés darabokat nagyon szeretik, úgyhogy én egy Marlene Dietrich esttel is szoktam járkálni az országban. Még van zenés produkció, ilyen egy-két szereplős, tehát én ilyen nagyon miniben dolgozom, hogy van, vagy ketten vagyunk, vagy hárman a darabban, kivéve akkor, amikor meghívnak egy társulathoz. Úgyhogy mindenféle tervben van. Rauf auf den Besen zum Blocksberg geschwind, fliegt die kleine Hexe schnell wie der Wind.